Vás, Albert, Páling, és gól! 11. perc, nagy bedobását Albert csúsztatja meg, Páling csap rá, Brockhauser még ugyan hozzáér a labdához, de az végül is kiköt a kapuban, 1-0 arányban vezet a Ferencváros. Brockhauser kirúgása Simoné, Nyicsenko, Kuntics teljesen üresen. Egy jó beadás, elmegy a győriek előtt, még mindig ott van Nyicsenko, Nyicsenko gól! 2 percen belül a második ferencvárosi gól. A győri védelem sakmattot kap, egymásra várnak a győri védők, Nyicsenko pedig kibújik és megszerzi a második ferencvárosi találatot. Huszonegyedik perc, a szokásos képlet, Nagy Norbert hatalmas bedobása. Hungler odapattant Albert elé, Nyicsenko, gól! 3-0-ra vezet már a Ferencváros, teljesen összeomlott a győri Eto FC. Nem figyelnek a bedobásnál, jól érkezik középre a labda. Onnét pedig már nincs nehéz dolga Nyicsenkónak. 13 gólos ezzel Igor Nyicsenko. Negyvennyolcadik perc. Jól száll be a győri, szabadrúgás. Gól, de időközben már Molnár mutatja, hogy lökés történt. Brockhauser. Kuntics. Lisztest hozza a helyzetbe. Lisztes. Rálövi, és gól! Ez gyönyörűen csinálta Lisztes. A győri védő Hungler egész egyszerűen nem akarta elhinni, hogy Lisztes ezt kapura küldi. Ő pedig nem viccelt, Brockhauser nem igazán védhette. Második védő, 18. perc. Most már 4-0 arányban vezet a vendégegyüttes. Lisztes bedobása Simoné. Újra ő, Albert. Még tovább kerül a labda, Albert. És gól! Bent van az 5. ferencvárosi találat. Albert visszaszerezte a labdát, nem hagyta magát, és mintegy 16-17 méterről megszerzi az 5. ferencvárosi gólt. Cseke és Urbán a labda mögött. 71. perc. Urbán. Megcsúsztatják, gól! Lázár megszerzi a szépítő gólt. A 71. percben, ugye szabadrúgás kombináció után oda kerül a labda Lázár elé, ő pedig kegyetlenül megszerzi a szépségtapaszt. Nyolcvanadik perc, a távolság 28 méter, Urbán, és gól! Gyönyörű gól volt, 2-5. Most rúgja ki a ferencvárosi portás a labdát, Nyicsenko, tovább tudta tenni, ez már lehetőség. Mi az, hogy lehetőség? Popunovics nem sokkal durrant mellé. Mikóczi. Egy kapáslövés. Dumitrescu eresztette el.